Második alkalommal rendezte a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre a Lecsó Fesztivált. Közel 70-en vettek részt a közös főzésen, ahol 5 bográcsban készültek az ételek. A lecsókat egy 3-tagú zsűri díjazta. Mindenki megmondta, mit szeretne. Mindenki megkapja az alapanyagot, a paprikát, hagymát, a paradicsomot, és azon kívül, amit szerettek volna. És azokat beszereztük, és most reggel szét lett osztva, és mindenki tüsténkedik, főzik a finom lecsót. Közösen megvásárolt alapanyagokból készítették az ételeket, de az már egyéni döntés volt, hogy ki milyen plusz hozzávalóval gazdagítja a saját remek művét. Került a bográcsokba mangalica szalonna, kolbász, de zöld bab is. Nem csak az alapanyagokban volt különbség, hanem az elkészítési módban is. Szalonnát kiolvasztottuk a zsírjából, kiszedtük, azt majd csak a legvégén fogjuk visszatenni, hogy megmaradjon ropogós állapotban, és akkor azon a zsíron a hagymát megpirítottuk, és rá a paradicsom, rá a paprika, és valami sütjük. Extra összetevő? Összetevő nincsen, annyi, hogy nem főzzük, hanem sütjük. A találkozóra több településről is jöttek résztvevők és baráti társaságok. Megköszöntötték a születés- és névnaposokat, volt totok vízkérdésekkel, kötetlen beszélgetés, és persze muzsika is járt a finom falatok mellé.